Kedves testvéreim, hihetetlen aktualitása ennek az evangéliumnak, főként abba a kérdés feltevésben, amikor ott van, hogy mi közünk egymáshoz. Ebben a személyiségben olyan fedél nélküli emberekről emlékezünk meg, akik az utcán haltak meg, és talán sokan föltették a kérdést, hogy mi közünk egymáshoz, mi lenne a közöm a másikhoz. De azt gondolom, hogy nagyon aktuális az evangélium, és az, hogy egymáshoz igenis van közünk, az mindenképp ott a Szentírásnak a legelején, az Isten saját képére és hasonlatosságára teremtette meg a férfit és a nőt. Az Isten képiség az emberben ott van, és lehet, hogy Ádám és Éva tönkretette, az áteredő bűnben megsebződött, de Jézusban, mint új Ádámban az Isten minket újjáteremtett. Van közünk egymáshoz. Pont az Isten képiségben, mert közösségben együtt tudjuk az Isten dicsérni, így lesz teljes az egyház, így lesz láthatóvá a Szentháromságos egy Isten szeretett közössége. Érdekes a mai evangélium, és rögtön bennem az vetődött föl, hogy az utóbbi napok híre, hogy influenza járvány van. És akkor, amikor a rádiót hallgatja az ember, minek annyi nagyvárost megjelölnek, ahol a gócpontok vannak, robban a hír. Én azt gondolom, egy inger, szegény környezetben robbant a hír, amikor Jézus tisztátlan a lelkeknek parancsolt. Sokan megdöbbennek rajta, Kafarnaum városa. Jézus cselekvése központja, ha gondolunk mindenképp a pogán százados, aki a szolgá érdekében ment oda, hitét megvalotta, nagy a hite. És itt a másik oldal, maga a tisztátlan lélek, aki furcsa mód, mintha hitvallóvá lenne, te vagy az Isten szentje. Érdekes az egész történet, és érdekes, hogy az emberekben zajlik, mert ott van, hogy csodálkoztak tanításán. Hallgatják a tanítást, de mintha szívüket még nem érintené meg. Csodálkoztak. A zsinagógában volt egy ember, akit megszállt a tisztátlan lélek. A történetnek a különlegességén azt hiszem, hogy az ember ott van ebben a zsinagógában. A zsinagóga az a hely, ahol maguk a zsidók imádkoztak, a Tórát felolvasták, és az a tisztátlan lélek nem önmagában a gyógyulás kereste, mint inkább valószínű közösségbe járt, de mintha a közösség egyik tagja lett volna. Mások persze hallunk arról, hogy akkor, amikor Jézus föllép, betegeket hoznak hozzá, de ez az ember ott volt a közösségben. És én azt gondolom, mindenképp az egyik ilyen fölkiáltó jel, kérdés, hogy ismerjük-e saját közösségünket, ismerjük-e azokat az embereket, akik ide járnak. Sokszor személytelenné válik a templomunk, nem ismerjük a mellettünk ülő embert. A zsinagógában volt egy ember, akit megszállt a tisztátlan lélek. Igazán van egyfajta ördögűzés az, ami itt zajlik az evangéliumban, akkor, amikor Jézus megütközik ezzel. Mi közünk egymáshoz, názareti Jézus. Olyan furcsa ez az egész kérdés felvetés. Főként az, hogy tudom, ki vagy az Isten szentje. Hát az ellenség az, aki leginkább tudja, ki az ő ellenfele, és tudja, hogy neki vele kell összecsapnia. És az evangéliumnak az egyik fontos tanítás, hogy valamiképp a végidő már itt van, mert a rossz legyőzetik. És Jézus Krisztusban a jó, az igaz győzedelmeskedik. Ráparancsolt, hallgassa és menj ki belőle. Mindenki megdöbbent. Érdekes maga a tömeg, aki egyfelől ott, hogy csodálkozik, kívülről nézi a dolgokat, persze, bocsánat, föl is tesz a lábát, meghallgatunk, egyik fölünkön be, másikon ki, csak a szívünket nem engedjük megérinteni. Megdöbben. Összecsapja az ember a kezét, valami olyan megrázkódtató dolog történik, ami már valahatán a szívéig is eljut, valami megérinti. Kell, hogy megérintse az embert. Mai korban is annyira érzéketlenné válunk egymás iránt a világba, főként egy világvárosba. Zajlik a világ, és nem vesszük észre, hogy milyen távol vagyunk a saját szívünktől. Új tanítás, milyen hatalmas. Mire hív az ember, mire tanít? Mindenképp az tanítás magában ott van, hogy Jézus hatalmasabb a rossznál.
Gyerekkoromban emlékszem, amikor gyerekként az ember a papolya, a mama cipőjét fölpróbáltam, és próbáltam magasabbnak látszani, csak hogy kilógjak a padsorból. Az, hogy Jézus hatalmasabb, mindenképp jelenti, hogy ő tényleg minek fölött, természet minden erői fölött képes parancsolni, erősebb. Szemináriumban volt, hogy játszottunk Skander bajnokságot, kispapok, ki az erősebb, ki tudja a másikat lenyomni. Jézus a világ erőse. Biztos, őben van a mi erőnk. Az evangélista Jézus ige hirdetőek újdonságát és hatalmát emel ki, mert az emberek először ezt vették észre. Szóval még olyan érdekes, amikor az evangéliumot hallgatom, az ember próbál belehelyezkedni, amikor a tanítványok helyzetében, és amikor ott vannak, akkor, amikor Jézus látják. Érdekes, hogy maguk a tanítványok is, akik tényleg ott hallják, látják a csodáit, és sokszor ők maguk is érzéketlenek. Az Atya egész irgalma az ember felé fordul, és evel küldi egyházát is. Érdekes az egész cselekvés, ami itt zajlik, Jézus gyógyít. Másfelől ott van rögtön az olvasmán másik törvénykönyv, hallgass proféták szava, akiket Isten küld hozzád. Jézusban jön a szabadító, ő a legnagyobb proféta, a legnagyobb tanító. Minden profétánál nagyobb. Isten közvetlen üzenetét hozza számomra. És ott a Szent Leszke, az első Korintus levél. Az idő rövid. Az ember egészen Isten szolgálatára adhatja magát. Az evangélium ott van mindenképp ez a csodás gyógyítás, de ott van számunkra ez a fölhívás, hogy akkor, amikor mi hittel, reményel, szeretettel élünk, élünk-e Isten kegyelmével, irgalmával? Közvetítjük-e a másik számára? Épp a plébánia emeleti termében a harmadik világ szegek szolgáinak a kiállítása van. És ha jó látni őket, ahogy Dél-Amerikában, de itteni közösségben és a cigány fiatalokkal, gyerekekkel foglalkoznak. Elgondolkodtató. De maga a Szent Egyed közösség is, aki hétről hétre szerdánként hajléktalanak vissza az ételt, a Teréza a nővel, és hála Isten tényleg ő értük, de a máltai a Caritas szeretett szolgálat. Máltai szeretett szolgálatot plakát versenyt hirdetett, és egyik nyelv első helyezett az a plakát lett, hogy az evolúció, és azt lehet látni, hogy a majomból hogy lesz ember, és a következő képben már csak azt lehet látni, hogy az ember így éppen lehajol, és ott a kép, hogy az evolúció következő állomása a segítségnyújtás. Valóban kérdés, akkor, amikor Jézus valóban gyógyít, vagyok-e jó munkatársa, közvetlen Isten irgalmát? Mire hív az Isten, mire tanít? Mindenképp egyedül Istenben a gyógyulás, akkor, amikor mi Jézusra tekintünk, ő maga a pirula, ő maga az orvos, ő a nővér, de ő maga a szociális munkás is, de a rászló is. Tudunk-e Istenben találkozni, és azt a szeretetet adni, mert Jézus maga is gyógyított? Mit is kívánnék, adja jó Isten, valóban Isten irgalmas szeretetre találkozunk, adja jó Isten, hogy megéljük a gyógyulás csodáját. Adja jó Isten, hogy hittel, reménnyel, szeretettel a világ menve megosszuk életünk kenyerét, és másokat is meg tudjunk hívni az egyes közösségbe, Krisztus, ami urunk által. Amen.